Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime and Japan Critics. Majdásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve eléggé dráma alapú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Summer Ghost, avagy az Ichiban Chikakute Toi Hoshi, amely műfajt tekintve a fantasy és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Otsuichi tollából jelent meg, aki 2021-ben publikálta az egykötetnyi novellát, míg 2021 és 22 között két kötet formájában a mangát. Ám legvégezetül 2021. augusztusa és novembere között egy 4 perces, illetve egy 40 perces kisfilm formájában az anime is megjelent. Landrov rendező és Adachi Hirotaka forgatókönyvíró által. Történetünk három fiatal kalandját meséli el, akik mindannyian kívülállóknak számítanak a saját környezetükben. Azonban a közös érzéseik, a halál gondolata és egy városi rejtély összeköti őket, amit egy fiatal lány Sato Ayane szellemének hirtelen feltűnése okozott. Habár kezdetben csak a kíváncsiság, illetve az elkeseredettség vezeti őket a lány irányába, ám megtudva a halála mögötti igazságot végül a megsegítése mellett döntenek, hogy igazságot téve igazságtalan halála felett elhozzák a számára a végső megnyugvást. Így végül a kedves szívű lány Harukawa Aoi, a halálfélelemmel viaskodó fiú Kobayashi Ryo és a jövőjében bizonytalan fiú Sugisaki Tomoya összefognak a cél érdekében, amelynek megvalósítása közben saját félelmeik leküzdése és egymás segítése mellett értékes kötelékeket is létrehoznak egymás között, amelyek elkísérik őket további életük során. Összességében egy közepes képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot és drámai elemet is tartalmazott. Szintén tetszetős volt a karakterek jellemfejlődése, illetve a probléma megoldó készsége, és talán egyetlen gyenge pontnak csupán csak a történet rövidségét lehetne felemlegetni. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a bemutatott történetünk egy 10 per 7-es alkotás lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!